Nagy tisztelettel köszöntelek benneteket újra a vízpartról. Jelenleg Gyékenyesre jöttünk le horgászni egy olyan csapattal, akiket most szeretnék is bemutatni nektek. Ez a peca már nagyon régen váratott magára, viszont most eljött ennek is az ideje. Nem titok, és talán lehet így fogalmaznom, hogy a Magyar Korda csapat pár tagjával jöttem le, nevesítve őket Szalma Józsi, Bujáki Géza, és természetesen nem hiányozhat a sorból Kápolna Laci barátom sem. Nemrégiben Józsi felhívott, hogy örülne, hogyha el tudnék velük jönni egy közös horgászatra. Természetesen gondolkodás nélkül igen mondtam, és így együtt fogjuk végigpecázni ezt az egy hetet. Ami nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon izgatottá tesz engem, hogy a srácoktól el tudok én is nézni egy-két taktikát, és ha lehetőségem lesz rá, akkor meg is próbálom ezeket megörökíteni, hogy ti is meg tudjátok nézni ezeket a kis különleges kordás trükköket és praktikákat. Tehát igyekszek értékes pillanatokat lencse végre kapni, és megpróbálok minél több dolgot belezsúfolni ebbe a filmbe. Remélem a pontyok is hozzájárulnak majd ehhez a filmhez, de ez majd a későbbiekben fog úgyis csak kiderülni. Készítek egy szereléket, amit így Gyékenyesen most használok. Egy egyszerű balanszírozott csalit fogok használni horogcsaliként. Nem használok semmilyen pop-upot, waftet, vagy semmilyen likvidet, ami föltűnőre teszi a csalimat, ami kiemeli. Most készítek egy spinner szereléket, amely kb. Minden horogcsalihoz bevethető. Mindegy, hogy pop-up, süllyedő vagy wafter. A szerelék készítéshez az új spinner horgunkat használom, PTF forgóval. A PTF-et azért használom, hogy még gyorsabban forogjon a horog a ponty szájába. A spinner szerelék nálam úgy lesz készítve, hogy nem az egész előkét kell nekem kicserélni, hogy a halat fogtam, hanem csak a horgot cserélem ki. Hogy újra tudjam használni a horgot, és gyorsabb legyen, nem zsugorcsövet használok hozzá, hogy lefixáljam a forgókapocsra a horgot, hanem egy egyszerű médium méretű karra kiket. Nagyon egyszerű a készítése. Az egyszerű kiket, ahogy mondtam, a médium méretűt, egyszerűen óvatosan ráhúzzuk a horogra, igyekezzünk, hogy nem szúrjuk át. Azután, hogy ráhúztam a kiket a horogra, egyszerűen egy kisméretű forgót húzok a horogra, az egészet, hogy ne jöjjön le, egy nagyméretű hookbeat-tel fixálom. Egyszerűen ráhúzzuk, és lehúzzuk. Ezzel az egész szerelék amúgy már kész is. Pop-upnál itt fönt fixálom a hookbeat-tel a forgót, mely tökéletesen áll a lebegő csalinál. Ha egy waftet vagy egy süllyedő csalit használok, akkor egy kicsit lejjebb húzom, kávé ide, így sokkal jobban mozog a horog és jobban akar. A horog az kész, most egyszerűen az acskóból kiveszek egy egyszerű 20 mm-es bojlit. Bojlit kifúrom egy 8 mm-es fúróval, legszívesebben ott fúrom, ahol a bojli gyártásból a kis luk következik. Nem kell túl mélyre fúrni, nem túl sok parafát akarok használni, mert nem az a cél, hogy nagyon lassan süllyedjen a csali, hanem én azt szeretném csak elérni, hogy annyira legyen kibalanszírozva a horogcsalim, hogy a horgon feküdjön a csalim, de ne emelje meg. Így eldugja a horgot a bojli, de nem mozog, ha a ponty elúszik fölötte, és ugyanolyan természetesen van ott ez a csali, mint a többi szabad etetésem. Általában egyszerűen át lehet szúrni ezt a parafát, de szívesen átfúrom, mert sokszor úgy jártam, hogy a parafával átnyomtam a csalit és széttörtem.
Hát furva. Kisebb méretű tűket szeretem használni, mert kisebb lukat csinálnak a horogcsalimon, és így tovább tart a horgon. A csalizás nagyon egyszerű, kis csalizó sejmet használok, pár centit, átfűzöm a forgónak a felső fülén, kihúzom, hogy egyforma hosszú legyen, megfogom, felhúzom a csalit, behúzom a forgót, ameddig van ez a kis része, kb. Meghagyok egy ilyen centit, fél centit, ezt egyszerűen óvatosan leégettem az öngyújtóval, rányomom, egyszerűen leégessük, fix, nem kell félni, hogy lecsúszik, és már kész is a szerelékem. Ezt a szereléket beteszem a csónakba, hal után egyszerűen kicserélem a horgot. Előre készítettem egy szereléket. Mindig jó, hogy van egy tartalékszerelék a csónakba, meg egy olló, hátra valami félre sikerül, és egy új szerelékre van szükség. Még ezt a szereléket ki kell gőzölnöm, ahogy lássátok, még nem tökéletes. Fontos, hogy mindig egyenesen feküdjön az alján a szerelék. Most, ha élesen kint vagyok, fogok egy halat, leakasztom a horgot, fölhúzom az ujjat, beakasztom a spinner forgóba, rányomom a kiket, és már kész is. Én nagyon szerettem a vörös szúnyoglárva színű kikkereket. Van zöldben, barnában és különböző más színben is. Úgy vagyok vele, hogy a iszapos részben horgászok, és vannak szúnyoglárvák, egy piros kikker, ami azt a szint másolja, lehet, hogy több kapáshoz vezet. A szerelékeknél én mindig igyekszek odafigyelni, hogy szépek legyenek. A szép szerelék általában fogós is. A kis részletek számítanak, hogy hova állítsuk be a horgot, milyen horgot használunk, hogy kibalanszírozzuk a csalit, hogy áll a csali a horog felett. Ez minden befolyásolja az akadást. Amúgy kész a szerelék, de egészen még nem vagyunk készek. Ki kell menni a vízhez, és megnézni, hogy hogy áll a horog és a csali. Most meg is teszem. Gyékenyesító méltán híres a szép pontjairól, viszont azt is tudni kell, hogy van ennek némi árnyoldala is. Ez alatt azt értem, hogy egy hétre jöttünk horgászni, és három napot egy helyen töltöttünk el, ahol közel fejenként 25-30 darab pontyot fogtunk, melyeknek a súlya egyiknél sem haladta meg
a 13 kg-ot. Úgy alakult, szerencsések vagyunk, hogy egy hely felszabadult itt a tavon, nem jött el egy csapat, így mi kaptunk az alkalmon, kértünk rá engedélyt, és szerencsére kaptunk is, és átjöttünk egy másik helyre. Itt van előttem az első ponty, az első kapás. Ez a ponty egy kicsit viharvert tükörponty, viszont a súlya meghaladta a 15 kg-ot, úgyhogy ez egy hatalmas felüdülés, és nagyon-nagyon örülök neki. Úgyhogy megpróbálom most megmutatni, egy kicsit virgonc ugyan, de bízom benne, hogy meg tudom nektek mutatni. Az első hal az új helyről. Nagyon szép hal. Sajnos van rajta egy pár sérülés, amit természetesen a fotózás után majd le fogunk fertőtleníteni, és bízom benne, hogy szépen begyógyulnak majd a sebek. Van a matracomba a második hal, amely egy nagyon szép tőponty. Ám bár egy kicsit pici a pocak, de attól függetlenül látni fogjátok, hogy egy nagyon-nagyon szép példány. Most megpróbálom megmutatni. Hát, lesz olyan egyszerű, de... Oly kis töves. Úgy néz ki, hogy ez a helyváltoztatás jó ötlet volt, úgyhogy bízom benne, hogy egy pár nap még van hátra, és bízom benne, hogy még egy pár szép pontot sikerül kifognunk. Józsi bemutatott egy olyan végszereléket, amelyet én még soha nem használtam. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy ezen a gyékenyesi túrán kizárólag ezt a végszereléket fogom használni. Ez a szerelék nem más, mint a spinner rig. Én egy kicsit máshogyan oldottam meg a dolgokat. Én nagyon-nagyon szeretem a kordának a Kursenk horgát, és ezzel a horoggal készítettem el magát a spinner szereléket. Minek után a pontyok nagyon aktívak, úgy döntöttem, hogy egy kicsit megpróbálom távolabb tartani a horogcsalimat a horogtól. Éppen ezért felraktam egy nagyon egyszerű flittert, ami meggátolja azt, hogy a forgót bele tudjam húzni magába a horogcsaliba. Ami számomra meglepő és különleges, és egyben örülök is neki, hogy amikor fárasztom a halat, akkor a horogcsalim már nincsen ezen a hajszálon. Én úgy gondolom, hogy ez azért pozitív dolog, mert a bojlinak az ide-oda mozgása, ahogyan fárasszuk a halat, nem tesz egy plusz terhet magára a horogra, így úgy gondolom, hogy biztosabban fog tartani a horgunk. És ami mindenkit érdekel, és valljuk be, talán a legfontosabb dolog is, hogy hogyan akad maga ez a végszerelék,
engem teljesen lenyűgözött és meglepett az, hogy szinte mindig tökéletesen vastagon az alsó ajakba akadt a horog, úgyhogy egész biztos vagyok abban, hogy ezt a szereléket ezt nem utoljára használom, nagyon-nagyon tetszik, és nektek is bátran javaslom, hogy próbáljátok ki. Nagyon egyszerű egyébként az elkészítése, ahogy Józsinál is láttátok, illetve ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy nagyon-nagyon egyszerűen és gyorsan lehet cserélni a horgot. Annyira pozitívan élem meg azt, hogy nem kell annyi előkét készítenem, kizárólag csak a horgot kell lecserélnem, szenzációs. Az előbb csináltam egy kis mérést, hogy igazából 4 perc alatt elkészítettem 4 darab horgot, illetve fel is csalisztam azokat. Fantasztikus és zseniális, és tényleg azt mondom, hogy próbáljátok ki, egész biztos vagyok abban, hogy tetszeni fog nektek a szerelék. Az utolsó előtti napon vagyok, Antal Bozsi barátommal, meg itt van a Marcika is, ők is horgásznak. Hát, holnap sajnos el kell mennem dolgozni, de az utolsó pillanatban olyan meglepetésért szerintem kívánni se kívánhattam volna jobbat, vagy szebbet. Hát megfogtam a tó egyik legszebb, legikonikusabb halát, ezt a gyönyörű koipontyot, amit már láttuk már tavaly évben. Hát gyönyörű, és kereken 26 kg. Ez azt jelenti, hogy ismét országos koi rekord. Pah! Ilyen nézzetek! Hatalmas! Eszméletlen boldog vagyok, gyönyörű hal.